nem csak a közönség, hanem a szakma véleménye szerint is Bércesi Robi Magyarország egyik legtehetségesebb szövegírója és zenésze. Az nem titok, hogy nehéz időszakon van túl, de bármennyire is sok mélypontot élt meg, az biztos, hogy maradandó és fontos nyomot hagy a magyar könnyűzenei életben. Egy Baranya megyei városból, Komlóról jött Budapestre 20 évesen. Országos ismerettséget a Hiperkarma zenekarával szerzett. Ha valakit a végén tudtad, tudnod kellett, te vagy, aki figyelsz csak. A csapat 2007-ben feloszlott, majd 2011-ben újra koncertezett. Semmit se szól, vele álmodni könnyen, mint egyedül ébren. 2014 óta pedig ismét aktívan zenélnek, a tavalyi éveleje óta új felállásban. Álmodj rólam, ahogy én is rólad, álmodj rólam, ahogy én is rólad. Dalaiban főleg küzdelmeiről énekel, melyek egyfajta naplóként számolnak be életének minden időszakáról. Elmondhatom neked is azt, hogy kevés az, ami nehezebb, mint büszkének lenne arra, amit teszek a fejszet, a legutolsó lehetetlen, és elképes tartani ebben a nagy könyvet, ami csak egy dolog, hogy lehetetni lehetetlen. A magas és mély vendége Bércesi Róbert. Robi, lassan már 2 éve lesz, hogy mondhatjuk, hogy újjászülettél. Hogy érzed most magad? Egészen pontosan 17 hónapja és 7 napja. Számolod? Igen. Igen. Azt még nem mondanám, hogy jól vagyok, inkább azt mondanám, hogy meg vagyok. Köszönöm szépen. Élem az életemet, az elmúlt 17 hónapban több mindent csináltam, mint az azt megelőző 10 évben, és ez nem túlzás. Úgyhogy köszönöm szépen. Komolyan ennyire aktív lettél, vagy ennyire felgyorsultak az események? Igen. Eleinte ez ilyen kétségbeesett keresése volt annak, hogy valamivel kitöltsem az űrt, meg elfeledkeztek az elvonási tünetekről. Aztán már úgy belejöttem, és sorra születtek a dalok, könyvötletek, videóklipeket rendeztem, elég sok minden történt velem. És a szövegvilágban mennyire érezhető változás? Ez egy elég érdekes dolog, mert az elmúlt időszakban, amióta kihozanodtam, én magam nem írtam dalszöveget, viszont Müller Péter Sziámival 77 dalt írtunk együtt, az ő szövegére én írtam dalt, illetve több száz oldalnyi prózát írtam, plusz még egy regényt is. De egyelőre a dalszöveg még várat magára, viszont rengeteg munícióm van, amely felgyűlmet az elmúlt évek során, úgyhogy lesz miből válogatni, de hogyha esetleg soha az életben nem írok többet dalszöveget, akkor sem fogok többet a droghoz nyúlni, akkor nem, ez kész. Ha akad a világon egyetlen jó ember, talán az egész világ értelmet nyer. De hol az az ember, az az egy, aki jó, aki ez a többi nem fogható, nem adjuk fel. Hol az a jó ember? Sikamlós téma, hogy mi is az a jóság, a pokol útjai pontosan tudják, de aki jó tudás akarna lenni, azokon fog majd végig menni. Elindul bátran, arccal a dalnak, oda megy érte, hol a dalok laknak. Dalokat szerezni, az is kemény trükk, megkapni őket, elmenni értük. Ha akad a világon egyetlen jó ember, talán az egész világ értelmet nyer. De hol az az ember, az az egy, aki jó, aki ez a többi nem fogható, nem adjuk fel. Hol az a jó ember? Azt mondtad, hogy 17 hónapja, és hány napja? 7. És 7 napja. Sokat beszéltél már erről, és a függőségeidről, nem is szeretnék olyan nagyon mélyen belemenni, inkább az, hogy mit éreztél akkor, amikor döntöttél, és úgy döntöttél, hogy eddig, és nem tovább, és leteszed. Mi volt az a hihetetlen hatás? Hát, 2020. augusztus 6-án volt egy koncertem, a Balatonon játszottam, és hát több napos kialvatlanul és bedrogozva érkeztem a koncertre, és hát nem volt egy túl jó koncert, de azért annyira szerintem nem volt rossz sem, hogy körülbelül 15 perc után a szervezőlen levezetett engem a színpadról, és kihívta rám a mentőket és a rendőröket. Szóval lehet, hogy elég lett volna, ha beültet egy taxiba és hazaküld, de hogyha már így alakult, akkor ezután a rettenetes éjszaka után úgy döntöttem, hogy ezt én nem csinálom tovább, elég volt. 20 éven keresztül csináltam ezt minden nap, és úgy érzem, már több életre
elég sok ajzószert tömtem magamba ahhoz, hogy végérvényesen szakítsak ezzel az életmóddal. És ez egy kemény 20 év volt, egy elég borsos tanulópénz és egy örök életre szóló lecke. Mi az, ami segít téged ezen az úton, vagy ki az akár emberek, vagy akár bármilyen módszer, amivel te, ahogy mondtad, hogy még nem vagy jól, de gyógyulsz és rajta vagy az úton? Egész életemben hangokat hallottam a fejemben, amelyek engem bántottak, és az utóbbi időben előkerültek olyan hangok is, amelyek segítenek és támogatnak engem, és hát leginkább rájuk támaszkodom. Kicsit még visszaugorva a gyerekkorodra, az írás már akkor is jelen volt. Egy könyvet írtál talán gyerekkorodban, vagy a kis foszlányokat? 5 éves koromban megtanultam írni, olvasni önszorgalomból, még az iskola előtt, és mindig is azon voltam, hogy egy regényt megírjak. Már 6 éves koromtól kezdve, amikor egy sci-fi regényt valamiért, mindig is ilyen UFO megszállott voltam, hogy így fejezzem ki magam. Aztán egy 15 éves koromban elkapott a rock and roll, a gitározás, ugye, jött a csajozás, minden, és akkor 30 éves koromig el is feledkeztem arról, hogy én tulajdonképpen 5-től 15 éves koromig semmi más nem akartam, csak megírni egy regényt és írónak lenni. És 30 éves koromban megint elkezdtem ezt a bizonyos nagy sci-fi művet írni, és hát azóta eltelt 15 évben ezen dolgozom. És mi a helyzet a naplóírással? Mert hogy most is írsz egy naplót. Tavaly januárban elkezdtem feljegyezgetni a történéseket, amik történtek velem, és februárra észrevettem, hogy ebből bizony egy napló fog kikerekedni, és gondoltam, hogy akkor legyen belőle egy naplókönyv, de olyan már sok van, ezért elneveztem napló évkönyvnek. Egy történetet mesél el, tehát betekintés enged a mindennapjaimba, és mivel elég sok minden történt velem, mindenféle kalandos jó dolgok, ezért szerintem az egésznek egy ilyen regényszerű sodrása van. A távirati stílusban megírt történések mellett, olykor beleírtam az érdekesebb álmaimat, egy-két ilyen filozófiai okfejtést, vannak benne párbeszédek is, ezért gondolom, hogy egy regény. Csak azt kívál, aki fél, de magadon nevesd, te csendesen legyél. Azt kívál, aki fél, játszom veled, de az én nevem nem ér. Nyújt ki magad, figyeld a csendet, hallgass. Figyelj, mellébe szép, aki mindent akar, az a kis élet, amit te szépnek hiszel. Nekem annyit se ér, mint a vécé papíró. Itt már el kit érdekelni, ha kitörne valami háború, magam részéről inkább a seggem félteném. A lelkem köszöni szépen, jól van, valami mély dolog fenekén. Ott írja a versét, az elsőt, hogy hallgass, hogy a fejébe szólnak a hangok, meg a teste, ami olyan, hogy egyből minden rá. És helyetted ordít. Hadd ne kiabálj, mert csak az kiabál, aki fél. Te magadon nevesd, te csendesebb legyél. Az kiabál, aki fél. Játszom veled, de az én nevem nem él. Légy ki magad, figyeld a csendet, hallgass. Te csak írjad a verset, de csak addig írjad, amíg azt nem mondják. Nem rossz, tényleg nem rossz, csak ezt már írtad. Csak az kiabál, aki fél. Ha most egy kicsit így visszatekintesz az életedre, akkor milyen emlékek vannak, vagy mi jut eszedbe, amikor úgy igazán boldog voltál? Vagy ami egy nagyon jó időszak, vagy jó pillanat volt? Hát az én életem aranykora, a legszebb évem az 2000 volt. Akkor alakult a hiperkarma, akkor váltam igazából a zenész közösség részévé, akkor találtam meg ezt a hivatásomat a zenész szakmán belül, és hát nem mellesleg, akkor még 24 éves voltam, tehát azért az egy nagyszerű időszak volt. Aztán eltelt 20 nagyon kemény év, és a következő, úgymond második virágzás, amit én átéltem lelkileg, vagy átélek, az 2020-ban kezdődött, amikor kihozanottam. És a gyerekkorodból onnan nincsen olyan élményed, vagy emléked, ami úgy maradandó, vagy nagyon fontos pillanat volt, vagy jó pillanat volt? Hát vannak maradandó élmények, emlékek, de sajnos túl sok jót nem tudok mondani. Ez az én hibám is volt. Nem mindig ilyen volt a személyiségem, több változáson is keresztül mentem, és hát kamaszként, kisgyerekként azért nem voltam egy egyszerű ember. Most sem vagyok az, de
akkor még kevésbé. Miért? Miért volt nehéz veled? Hát kezdve attól, hogy anyukám mondta, hogy elég hisztis gyerek voltam, mindig gond volt velem az iskolában is, magatartás problémák, aztán ahogy cseperedtem, elég cinikus, bántó dolgokat mondtam a körülöttem levőknek. Persze, hogyha engem visszabántottak, akkor meg vérig voltam sértve, tehát ez egy, nem egy túl jó kombináció. Nem egy olyan természettel áldott meg a sors, amivel le lehet élni egy életet, úgyhogy ezt nekem meg kellett tanulnom. És voltak akkor barátaid? Mindig voltak körülöttem olyan emberek, akik megpróbáltak nekem segíteni egész életemben, de én mindig magamra hallgattam, és a saját káromon tapasztaltam meg azt, hogy merre kell menni, de most már azért tudom azt, hogy néha nem árt hallgatni másokra is, mert így is, úgy is ugyanoda jut az ember, csak hogyha a mások tanácsát megfogadja, akkor kevesebb idő megy el azzal a bizonyos odaúttal. Üresen állok, mindennek háttal, pedig álmodni könnyen, mint egyedül ébren vagy valaki mással. Megfejtesz mindenkit, jó fej vagy, mégsem vagy jó, tátongó ember. Veled álmodni könnyen, mint egyedül ébren vagy valaki mással. Bocsasszom. Jöttem a hitetben hinni, és soha semmit nem képzeltem, mindig is tudtam, hogy mikor, miből, mennyi. De egy mosolyba bújva, még most is az arcodra fajtnék gyönyörűség. Veled álmodni könnyen, mint egyedül ébred, vagy valaki mással jobb lesz. Most, hogy ugye más életet élsz, mint korábban, mennyire cserélődött le a baráti köröd, vagy mennyire, vagy kiket engedsz közel magadhoz most? Hát amikor kihozanottam, ugye elsőként a dealerek telefonszáma került ki a telefonomból, volt számos, azután pedig azt vettem észre, hogy nem nagyon találom közös hangot azokkal a régi barátaimban, akár több évtizedes baráti kapcsolatokról is beszélek, akik még mindig benne maradtak ebbe a drogos taposomalomba. Egyszerűen megváltoztam, és így ezzel levedlettem a környezetemet is, és a kérdésedre válaszolva egy mondatban, szinte teljesen lecserélődött a környezetem. De ezekkel az új barátokkal, új emberekkel egymásra találtatok? Lettek új barátaid? Hát más minőségén. Azért én zenész voltam, de csak másodállásban, főállásban drogos voltam. Tehát ilyen emberek is vettek körül, akik szintén ebben voltak benne, ezt csinálták, és most, hogy kihozanottam, azért megváltozott a baráti köröm is olyan szempontból, hogy felvettem a kapcsolatot a hozzám hasonlókkal, teszem azt a művészvilággal, az alkotó emberekkel. A falon innen ugye minden könnyebb, innen ugye minden jobban látszik, mint a falon túl, ahol az édes könnyek beborítják teljesen a medret ott a tavon. Onnan ugye minden másabb, onnan ugye megtudod, hogy milyen is a falon túl, ahol az édes könnyek beborítják teljesen a medret, és ott sehol egy lélek és a sivatag is áttetsző. Látom a kutat ott a tetején a malomkő, kibe van annyi erő, hogy a követ ledobja. Hallom, hogy oda lenne a víz, a falat nyaldossa. Össze is szedem, ami erőben nem maradt még. Remeg a levegő, de nem érzem, úgy izzadnék. Megfeszítem magam és egyetlen egy lökéssel lelököm a követ egy iszonyatos ütéssel. Látom a kiutat, hogy mi lehet a falon túl, mi van a falon túl, mert én a falon falon innen lakom, de amott élsz, nem láthatod az arcom. Részeg és akaratos, ide-oda dülöngél, felkiált időnként, hogy én a falon innen lakom, ha-ha-ha-ha, hogy hallatom a hangom. Volt egy hozzád közel álló ember, Pite, Megyesi Ferenc, aki a zenekarnak a menedzsere is volt. Ő vele milyen kapcsolatod volt?
Egy ponton ültünk a gimnáziumban végig, együtt vonultunk be katonának. Budapesten is egy lakásban laktunk egy alapéletben 5 éven keresztül. Aztán később munkakapcsolatba is kerültünk, mert ugye Hiperkarma menedzsere lett is. Hát a legjobb barátom volt egészen a haláláig, ami 2 éve következett be, és hát nehéz mindent, volt. Mindent együtt próbáltunk ki, mindent együtt csináltunk. Akkor nehéz időszak volt, amikor őt elvesztetted. Hát nem volt egyszerű, nem nagyon tudtam, hogy mihez fogok most kezdeni, de aztán így túltettem magam rajta, elfogadtam, meg azt is érzem így a fejemben, hogy nem ment ő olyan messzire. Lát téged? Igen, és hall is. Hogyan tudod egyébként az ilyen traumákat feldolgozni, vagy most már hogyan tudtad ezt magadban helyre tenni, hogy ő már nincs? Olyan érzésem volt, amikor meghalt, hogy ő is azt akarná, hogy lépjek tovább, és igen, és mutassam meg a világnak, hogy mit tudok, hogy nem ok nélkül bízott bennem már 15 éves korunktól kezdve, már az első dalszöveg kezdeményeimet, amiket Fesztinkre írtam, még zenél is tudtam, már azokat is gyűjtötte, és hitt bennem, és biztatotta a depresszív időszakaimban is. Volt olyan, hogy felhívtam esténként, szinte minden nap, és egy órán keresztül csak a nyavalygásomat hallgatta, és mindig mondta, de jó lesz, hát fogd fel, hogy ki vagy, stb. Szóval szeretném neki is ezt így megmutatni, hogy tényleg bennem van az, amit ő mindig is sejtett, hogy bennem van, és hogy nem ok nélküli volt ez a mi kettőnknek a 30 éves kemény veszőfutása. Bármit is tettél, elkísér, nincs harag bennem semmiért. Ha bármi rosszat szólt a szád, a sorsodra hívtam, te jöttél, nem ment az együtt támadás. Látod, hogy én sem változom. Könnyű szél, visz tovább utamon. Könnyű szél, visz tovább utamon. Könnyű szél, visz tovább utamon. Voltál valaha igazán szerelmes? Hát most az igazán szó, ezt nem is nagyon értem, hogy lehet-e kicsit szerelmesnek lenni. Szerelmes. Hát erre két válasz van. Egyrészt voltam, mit tudom én, egy 6-7-szer életemben, másrészt pedig lehetséges, hogy még sohasem voltam. Csak azt hittem, hogy ez a szerelem, közben pedig az talán csak egy fellángolás volt, egy olyan dolog, ami két ember között kialakul, főleg fiatalkorban, aztán, hogyha az egy kicsit alább hagy, akkor ugye elmúlik a két ember közötti rózsaszín köd, és akkor meglátja egymást a két ember, hogy na, te ez vagy, én meg ez vagyok, és akkor általában mindig borult a dolog, mert nem volt az adott lányjal igazából annyira sok közös témánk. Volt olyan, akit közelengedtél magadhoz, olyan lány? Volt, akit közelengedtem magamhoz, de mint ahogy mondtam, nem volt köztünk olyan szoros kapocs, nem alakulhatott ki olyan komoly lelki kötelék, mivel hogy nem nagyon volt közös témánk. Ja, tehát, nehéz megtalálni. Tehát teszem azt, soha nem volt olyan barátnőm, aki ilyen alkotó ember lett volna, vagy esetleg művész. És ezért nem értette meg a te világodat? Nem abban a világban élt, mint én. Azért ez a show business világa, ahol ugye mi élünk, az egy zárt közösség, és egy teljesen más, mint hogyha, mit tudom én, valaki pultos lány, vagy pszichológus, tehát úgymond a rendes, normális világban éli az életét. Akkor milyen lány, vagy milyen nő ez, akit te igazán el tudnál képzelni magad mellett? Akkor ez fontos, hogy akár szakmabeli legyen, vagy megértse azt, hogy hogyan működik a te világod és a te munkád. Hát, azt nem mondom, hogy soha nem lesz az életemben ilyen, mert szoktam azt mondani néhány dologról, soha, de erre nem mondom, hogy soha, viszont egyelőre nem érzem úgy, hogy készen állnék egy ilyen dologra. Thank you.
Volt már, hogy elképzelted, hogy családod van, de hogy a való életben nem biztos, hogy neked való, vagy nem állsz készen rá? Egyrészt nem állok rá készen. Az, hogy nem nekem való, abban nem vagyok teljesen biztos, de majdnem biztos vagyok benne. Rengeteg hang van a fejemben, nagyon el vagyok foglalva önmagammal. Se kutyám, se macskám, még egy növényem sincsen, tehát nem biztos, hogy most én erre be tudnék vállalni egy családot. Viszont azok a hangok segítenek is téged, ahogy mondtad. Vannak köztük most már segítők is, igen. Felébredtem, kettőt láttam, a tükörképemet a kalóz vágtam, fürdőt vettem, fogat mostam, a vécén ültem, gitároztam és vártam. Hétvégenként hatkor keltem, a padlót mostam, az ételt mertem és eltanultam az összes dumát, és láttam rajtad az egyenruhád, és vártam csak, rád vártam, tudod, mindenki függ valamitől, mindenki függ valamitől, tudod, hogy mindenki függ. Álmodj rólam, ahogy én is rólad, álmodj rólam, ahogy én is rólad, álmodj rólam. Úgy, ahogy én is az érettségig, a fehér blúzok, a poros kólák, a vodka csúszok, a kövér lányok kényeztettek, és sosem láttam náluk szebbet. Vártam csak, rád vártam, hogy álmodj rólam, ahogy én is rólam. Álmodj rólam, ahogy én is rólam. Álmodj rólam. Úgy, ahogy én is mindenki függ valamitől, itt mindenki függ valamitől, tudod, hogy mindenki függ. Nemrégiben újjá szervezted a Hiperkarmát, új tagokat vettél be a zenekarba. Milyen most velük a közös muzsikálás? 13 koncertünk volt eddig, június 18-án volt az első a Minifishingen, és mind a 13 nagyon jól sikerült. Direkt kevés koncertet terveztem, hogy mindegyik eseményszámba menjen, legyen egy apropója, mindegyik koncerten legyen legalább egy olyan dal, ami azon a koncerten hangzik el. És szerintem ez egy nagyon jó csapat lett, egy virtuóz zenészekből álló kombó, és hát emellett még mind a négyen, akik velem zenélnek, Benő, Máté, Stevie és Kurszán, nagyon jó arcok is. Jó fejek, tehát jó barátok vagyunk. Akkor neked is adott egy új lendületet a Hiperkarmának, hogy most akkor egy új friss csapattal dolgozol? Egy nagyon erős lendületet adott. Már a legelső koncertünk se az a tipikus izgulós első koncert volt. Úgy tolták a srácok, hogy azt a mindenit, le a kalappal. Ennek mi az oka, hogy csökkentetted a koncertek számát? Ugye ez egy tudatos döntés, hogy jobban tudjál fókuszálni, hogy másra is maradjon idő? Egyrészt az, hogy másra is maradjon idő. Azért vannak még ilyen nagyszabású titkos terveim is, prózaírásról beszélek, és erre szeretnék időt fordítani. Másrészt meg a jelenlegi helyzetben, ebben a Covid helyzetben azért csak annyi időt szeretnék a lakásomon kívül tölteni, amennyit muszáj. Harmadrészt nem szeretném magamat kitenni semmilyen stressznek, semmilyen nyomásnak, mert visszaesni az csak egy pillanat egy függő számára, viszont visszaesve maradni az akár évekig is eltartat, úgyhogy nagyon óvatosan élek ilyen szempontból. És hát az is az oka ennek a kevés koncertnek, hogy szeretném azt, hogy mint ahogy említettem, minden koncert esemény számba menjen. Legyen egy értéke a koncertnek. Nem akarok belemenni abba a taposomalomba, amit az évi 120 koncertezés jelent. És úgy érzem, hogy így, hogy kevesebb koncert lesz, így fog tudni igazából 100%-os élményt adni a közönségnek. Robi, örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. A meghívást.